úgy látszik, hogyha valaki a kereskedelmi és iparkamara elnöke akar lenni, annak bizonyítania kell, hogy ő a legnagyobb paraszt az egész világon. Ehhez a pozícióhoz a bunkóság minden jel szerint alapkövetelmény. Amúgy iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok egy lájkot, és hogyha szeretnétek mindig tudni, hogy mikor rakok ki új videót, akkor nyomjátok meg a csengőt is. Köszi! Sokféle motiváció létezik. A tanároknak ott a szabad nyár, délután 4-kor hazamehetnek. Minden egyes szakmánál más és más. Egy tűzoltót motiválhat a társadalmi megbecsültség és az adrenalin löket. Mondta Parag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a Népszavának adott interjúban egy 11,5 milliós órával a karján. A tanároknak ott a szabad nyár, amikor szabadon dolgozhatnak tovább, hogy meg tudjanak élni valahogy. És igen, ott vannak a nagyon szabad délutánok és esték, amikor meg készülni kell a következő napra. Szóval a tanároknak borzasztóan sok szabad idejük van. Igen, nagyjából olyan sok, mint amilyen sok a pénzük. Megkérdeztem erről Messengerben Molnár Tibor barátomat, aki a Márkizaj mozgalmának a koordinátora egyébként, meg még nagyon sok minden, például tanár is, és a következőt írta nekem, idézem. Tábor, érettségi és augusztus 20 után munkára kell jelentkezni, kevesebb, mint 20 munkanap a tényleges nyári szabadság. És szarér, húgyér dolgozunk. Finnországban 3000 euró egy tanári alapfizetés, és nem kell megszakadni. Itt nagy létszámú osztályok vannak, heti 24-26 óra, sok problémás gyerek, korszerűtlen tananyag. A tanárok elégedjenek meg a nyárral, meg a délutánokkal, a tűzoltók meg az adrenalinnal, meg a társadalmi megbesültséggel. Értem, tehát azért nem kell tisztességes bért kapniuk, mert az emberek tisztelik őket, akit tisztelnek, az halljon éhen. És te meg azért élsz ilyen rohadt sok pénzből, Laci, mert téged mindenki utál. Neked azért kell havi több millió forint, mert téged nem szeretnek a emberek. Mondjuk hát azon ne csodálkozzunk túlságosan, hogy téged nem szeretnek, de hát te ráadásul még csak adrenalin se kapsz. Mi lenne, Lacikám, hogyha két nagy darab tűzoltó megfogna téged ezekért a mondatokért, és jól kilógatna egy nagyon magas ház ablakán? Attól akkora adrenalin löketet kapnál, hogy ebben az évben már egyáltalán nem kéne pénzt kapnod sehonnan se. Mert hogy elég sok helyről kapsz pénzt, hogyha jól vagyok értesülve. Na, hát akkor inkább kapsz majd helyette adrenalint. Jó lesz így, Laci? Hiszen az adrenalin, az kiváltja a forintot, kiváltja a vacsorát, a gyerek cipőjét, meg még a rezsit is. Sőt, szerintem most jött el annak az ideje, hogy feltaláljuk az adrenalinnal működő bojlert. Nekem már van is egy szerény javaslatom, egy teljesen egyedi darabra. Lehet, hogy csak egy ilyen bojler lenne az országban, de az nagyon frankon működne. Az volna az én ötletem, hogy valójában Parag Lászlóból kellene legyártani egy ilyen bojlert. Úgy fog nagyjából működni, mint a South Parkban az emberi százlábú iPad. Csak ehhez egy ember is elég, konkrétan Parag László. Parag Lászlót felszerelem a hagyományos bojlerem mellé, bedugok egy csövet a seggébe, és ezt átvezetjük a bojlerbe, és ezen keresztül fogja az adrenalin melegíteni a vizet. Időnként jól megijesztem a Lacit, eljátszom például, hogy tanár vagyok és sztrájkolok, amitől majd ő jól megijed, és hát a benne keletkezett adrenalin, az bőven ellátja a házat energiával. Paragámok futása már a Nemzeti Banknak is sok volt. Nem csak az, hogy Parag megsértette a tűzoltókat és a tanárokat, hanem Matolcsék szerint a gazdaságról is baromságokat beszél a ember. Én túlságosan nem értek a gazdasághoz, sőt, egyáltalán nem értek hozzá. Viszont akik értenek, azok hát azt mondják, legalábbis nekem ilyen emlékeim vannak, hogy igazából Paragnál is, meg Matolcsinál is vannak azért élesebb kések a gazdasági élet fiókjában. Vagyis arról van szó, hogy ez itt most nem feltétlenül a két legkomolyabb közgazdász guru csörtéje. Az MNB kiadott egy közleményt, amelyben többek között az állt, hogy idézem, az elmúlt hetekben Parag László a gazdaság és a társadalom megbecsült szereplőivel kapcsolatban számos alaptalan kritikát fogalmazott meg. A Magyar Nemzeti Bank kéri, hogy a szakmailag abszurd állításait a jövőben körültekintőbben a tényeket jobban megismerve fogalmazza meg. Meg még olyat is írnak a közleményben, hogy idézem, szeretnénk felhívni Parag László figyelmét, hogy a gazdasági témákban szakszerűtlen nyilatkozataiban tanúsítson nagyobb józanságot, és tartózkodjon a hamis, szakmailag megalapozatlan kijelentésektől.
Legutoljára ezt a szöveget, hogy lesz kedves nagyobb józanságot tanúsítani, a DK-s Molnár Csabától hallottam, csak ő a KDNP-s egykori TV2-s műsorvezetőnek, a Pálfi Istvánnak üzente ezt. Emlékszünk még a Pálfira? Ő volt az a műsorvezető a TV2-n, aki hírolvasás közben mélyen belenézett így a kamerába, és azt kérdezte, hogy mi van még itt? Szóval maradjunk annyiban, hogy Parag László szerencsére más értelemben nem józan, ő csak szimplán hülye. Elment a Parag az ATV-be is magyarázkodni, ami hát szintén elég szerencsétlenre sikeredett. Az embernek vannak álmai, vannak vágyai, van motivációja, és ez a motivációja nem mindig kizárólag a pénz. Én például tanár akartam lenni. Nagyon meglepődtél volna, Laci, hogyha tanárnak mész. Hát kiderült volna, hogy nyáron is kell dolgozni, és még az sem elég ahhoz, hogy 11,5 milliós órákat vásárolj magadnak. Basszus, pont ennyibe került a kocsim, amennyibe ennek a muksónak az órája. És nekem egy elég jó kocsim van. De mennyibe kerülhetett a Parag autója, hogyha annyiba kerül az órája, amennyibe az én autóm? Azt is kérik öntől, hogy minimum kérjen bocsánatot. Nem gondolja, hogy... Én nem gondolom, hogy bocsánat... van miért bocsánatot kérni. Én nagyra becsülöm a pedagógusokat, hangsúlyozom, és még azt is mondtam, hogy magam is annak készültem egy időben, csak aztán meggondoltam magamat. Meggondoltam magamat. Inkább úgy döntöttem, hogy mégiscsak kell az a 11,5 milliós óra, meg a luxus úgy általában. Meggondoltam magam, mégse leszek egy lúzer tanár, inkább leszek kereskedelmi és iparkamarai elnök, aki majd beszól a lúzereknek. És még csak bocsánatot se kell kérni. Hát mert a NER-be mi így toljuk. Nincs semmilyen ok arra, hogy bocsánatot kérjek. Kitől? Hát akkor a senkik ezek a tanárok, meg ezek a tűzoltók, annyira kicsikek és pindulkak is apró lények, hogy nem is látom őket. Az én szemem csak a 11,5 milliós órákat veszi észre, azokat érzékeli. Aki olyan van, azt látom, aki nem olyan van, azt nem. Tehát akkor szükség lenne béremelésre? Én azt gondolom, hogy igen, természetesen, csak ugye minden béremelést úgy kell kezdeni, hogy megnézzük, hogy miből. Hát mondjuk abból, amiből Orbán a csicskáit eteti. Miből? Én nem tudom, te hogyan keresel havi több millió forintot, Laci? Miből van az a pénz? Mennyivel dolgozol többet és jobban, mint egy pedagógus? Tényleg azt gondolod, hogy ennyivel többet ér a te munkád? Azt senki sem tudja, hogy pontosan mennyi pénzből élsz, mert amikor ezt megkérdezték tőled, akkor azt mondtad, hogy nem akarod megmondani, mert az nagyon irritáló lenne. Annyit tudunk, hogy a feleséged, feltételezem, hogy nem az a feleséged, aki pedagógus volt, hanem egy másik, 3 millió forintot keresett már évekkel ezelőtt, és arról te azt nyilatkoztad, hogy az nálatok apró pénz. Én azon gondolkodom, hogy vajon mennyi papírpénz lehet a Laci tárcájában, hogyha 3 millió az apró? Mint hogyha Laci és a NER hozzá hasonló figurái egy kicsikét túl lennének fizetve. Még hogyha a kamarai elnökként nem is keres egy fillért sem, mert egyébként ezért konkrétan tényleg nem fizeti senki, de azért a 3 millió az apró pénz náluk. Mint hogyha egy kicsit nagy lenne a különbség a Parag Lászlók, meg a tanárok, tűzoltók fizetései között. Én értem, hogy a Paragnak ennyi pénze szüksége van. Én értem, hogy valahogy meg kell venni azt a 11,5 milliós órát. De talán nem kéne azokat rugdosni egy ilyen órával a karodon, akiknek az óra szóról nem biztos, hogy ez az óra jut eszükbe, hanem inkább a következő tanítási óra, a 26. a héten. Lehet, hogy Parag László nem egy gazember. Lehet, hogy csak azért beszél így, mert rá ez a szerep hárult. Ő most a rossz zsaru, a bunkó zsaru. Lehet, hogy a cél az, hogy az emberek inkább őt utálják, és ne az Orbán Viktort. A kérdés csak az, hogy tényleg olyan hülyék-e a magyarok, amilyen hülyének Orbánék nézik őket. Tényleg nem esik le az emberek többségének, hogy amikor Parag László beszél, akkor valójában Orbán Viktor beszél? Amikor Parag László azt üzeni, hogy az adrenalin és a tisztelet elegendő motiváció a tűzoltóknak, akkor valójában Orbán Viktor rúg bele egy jó nagyot a tűzoltókba. Amikor Parag László arról beszél, hogy a tanárok örüljenek a nyári szünetnek, és annak, hogy délután 4-kor hazamehetnek, akkor valójában Orbán Viktor alázza meg a pedagógusokat. Április 3-án az derült ki, hogy a magyar választók többsége ezt nem értette meg. Talán majd 4 év múlva leesik nekik a tantusz.